Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Híreink következnek röviden. Egyre gyakrabbak a szénmonoxid mérgezéssel járó balesetek, önkéntes munkáról tartottak klubnapot, szüreti mulatságot rendeztek az Aranyiskolában. 90. születésnapján köszöntötték a szép korút. Kéménytűz, füstmérgezés, szénmonoxid mérgezés. A fűtési szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják valamelyik esethez a tűzoltóságot. A szénmonoxid mérgezéssel járó balesetek azonban egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. Alapvetően a szénmonoxid ugye az, ami veszélyt jelent. A szénmonoxid gáz a tökéletlen égés során keletkező égés termék, amely megtölti a teret, és ugye az élettani hatása abban rejlik, hogy a vér hemoglobinjával reakcióba lép, és lecsökkenti az oxigénszállító kapacitást, tehát szénmonoxid mérgezést lehet kapni. A szénmonoxid mérgezésnek a tünete ugye fejfájás, hányinger, ami viszont, hogyha hirtelen vagy álmukba éri az embereket, akkor nem tudnak rá megfelelően reagálni, és ezért ugye előfordulnak halálesetek is a fűtési szezon kezdetén, vagy már a fűtési szezonban. Elsősorban ugye a gázüzemű, illetve a fűtőkészüléknek a karbantartásával, felülvizsgálatával lehet a problémát megelőzni, illetve át kell gondolni azt, hogy a nyílászáróinkat hogyan cseréljük, mert ugye az újonnan megjelenő műanyag nyílászárók fokozott hőszigetelő, illetve fokozott szigetelési képességek, ezért ezeken keresztül levegő nem áramlik be az adott helyiségben, így ugye tökéletlen égés keletkezik, ami elősegíti a szénmonoxidnak a keletkezését az adott térben, illetve a másik lehetséges megoldás az pedig a szénmonoxid érzékelőknek a telepítése. Ezeket már ugye nagyobb barkácsáruházakban pár ezer forintért meg lehet vásárolni, azonban itt felhívnám a figyelmet, ugye a közelmúltban végeztek el egy tesztet ezzel kapcsolatban, ami bebizonyította azt, hogy nem minden egyes szénmonoxid érzékelő tölti be megfelelően a funkcióját, tehát érdemes alaposan körbejárni a kérdést, ugyanis nem mindig a legolcsóbb megoldás lesz a legcélra vezetőbb, leghatékonyabb. Mik a tapasztalatok? Mennyire veszik igénybe mondjuk a szénmonoxid jelzőket a lakosság, illetve tudják-e azt, hogy ha jelez, akkor mi a teendő? Közintézményeknél ugye volt tavaly évben egy akciója a katasztrófavédelemnek, amikor szénmonoxid érzékelőket ajándékozott a oktatási intézményeknek. Egyre jobban terjednek, én azt gondolom, mindenki a saját maga védelmében beszerzi ezeket a készülékeket, hogy biztonságban érezhesse magát. De azért mondtam az előbb, hogy nem mindig a legolcsóbb, a legjobb, mert lehet hamis biztonságérzetet is nyújthatnak ezek a készülékek. Azt még hangsúlyozzuk, hogy ha már baj van, tehát hogyha jelez ez a készülék, mi a teendő? Hát azonnal át kell szellőztetni a helyiséget, ugye, hogy a szénmonoxid az ki tudjon távozni a helyiségből, és mi is menjünk szabad levegőre, ugye, hogy a mérgezést elkerüljük. Itt a térségben mennyire tapasztalhatók a szénmonoxid mérgezések? Esetleg így a szezon elején, vagy mikor tapasztalhatók, illetve mennyire gyakoriak? Hát ez folyamatos szokott lenni általában, ugye ez attól függ, hogy mikor hibásodik meg a készülék, éppen milyen aktuális állapotban van az égés termék elvezető, vagy maga a fűtőberendezés. Ez folyamatosan a fűtési szezon alatt folyamatosan jelentkezik. Hál' Istennek azért túl nagy számban nem volt ebből tragédia az elmúlt időszakban. A térségi önkormányzatok jegyzői és középiskolai igazgatói számára klubnapot tartotta a Híd Egyesület önkormányzati klubja, amelynek témája az önkéntes munka volt. A Híd Dunaújváros és környéke egyesület több mint egy évvel ezelőtt nyert pályázati forrást az új Széchenyi terv forrásai közül. Ez egy egyéves projekt, amelyiknek az a célja, hogy az önkéntesség gondolatát, azt követően persze a gyakorlatát is elterjessze Dunaújváros vonzás körzetébe, kiemelten néhány elmaradottabb településen is, tehát Dunaújvárosra különösen, ezen kívül Nagykarácsonyra és Daru-Szentmiklósra is irányul ez a projektünk.
20 millió forintot nyertünk erre a célra. Egyrészt szakmai felkészítő tevékenységet folytatunk. Fontos az a mostani szabályozás szerint, hogy aki önkénteseket fogad, az regisztrált fogadószervezet legyen. Erre felkészítjük azokat a szervezeteket, akik fogadni szeretnének önkénteseket, segítünk abban, hogy be tudják őket jegyezni, és emellett rengeteg önkéntes tevékenységet is szerveztünk itt az elmúlt időszakban. Ebből a sorból nem akarok most senkit nagyon megkülönböztetni, de külön kiemelkedik a Móra iskola, ahol lehet, hogy talán éppen amiatt, hogy a hátrányos, vagy a, tehát az ott oktatott fiatalok helyzete miatt a szülők is lehet, hogy jobban összetartóak és több önkéntes munkát vállalnak, de ott egy nagyon kiemelkedő tevékenység volt erre vonatkozólag. Lassan a vége felé közeledünk a projektnek, október végén lesz a zárás. Még annyit szeretnék elmondani, hogy tartottunk 10 roadshow-t is, hát vagy ilyen kitelepültünk különböző meglévő és általában megszervezett eseményekre, a Parázs-Varástól elkezdve falunapokig 10 helyen kim voltunk itt a környéken, ahol mindenhol tájékoztatást adtunk az ott megfordult embereknek. Nagyon sokan érdeklődve hallgatták, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a dologban. Igazából az is egyértelmű, hogy nagyon sok önkéntes munka zajlik. Sokszor nem nevezzük annak, nincs regisztrálva, nincs számba véve, tehát nagyon sok dologra derül így fény, hogy valójában mennyi együttműködés van az emberek között, mennyit tesznek egymásért önként és minden fizetség nélkül. Ha erre rá tudjuk irányítani a figyelmet, jövőben is a Híd Egyesület mint egy ilyen önkéntes pont fog működni, és tudunk segítséget nyújtani, azt gondolom, hogy akkor jelentőset léptünk előre itt ebbe az egy évbe. Szüreti mulatságot rendeztek az Arany János Általános Iskolában szeptember 24-én. Az eseményre stábunk is kilátogatott. Az Arany János Általános Iskolában a szüreti mulatság folyik éppen. Szőlőpréselés, darálás és közben szüreti sorversenyek folynak a udvaron, a sportpályán. Szőlőpréselés, darálás, a mustivás, de a sorversenyeknél is arra figyelünk, hogy az egészséges életmódra nevelés, tehát a sport, a szabadtéri sport, hiszen itt kint zajlanak a versenyek, de már a sorversenyeket is úgy állítottuk össze, hogy az őszi termések megjelennek, a kukorica, a dió, az alma, tehát kukorica váltóval, dióterelgetéssel, alma egyensúlyozással versenyeznek itt a gyerekek a hátunk mögött. Olvasásórákon, énekórákon megjelenik az ősz, az őszi gyümölcsök, a természet szeretete. A szőlőt a szülők ajánlották fel, minden gyermek hozott egy fürt szőlőt, ezt préseljük ki, ebből lesz a must. A prés a saját, azt én hoztam, és a pedagógusok segítségével lesz a finom, édes szőlőből még édesebb, finomabb must. Nagyon finom, édes. Édesek az idei szőlők, nyáron nagyon jó idő volt, sokat sütött a nap. A gyerekek is örülnek neki, és édes lett a must. Ha a szüretünk véget ért, hát még tartanak a versenyek, egy egészségnapot szeretnénk szervezni, de ez november vége fele lesz, amikor kimondottan az egészségre koncentrálunk. Sporttal is salátákat szoktunk, gyümölcssalátát szoktunk csinálni, zöldség szobrokat szoktak a gyerekek csinálni, tehát tulajdonképpen ennek a folytatása lesz egy másfél hónap múlva. A diák önkormányzat támogatásával és vezetésével valósul meg ez a program. Újabb szépkorút köszöntött városunk nevében Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester. Nógrádi Józsefné szeptember 19-én ünnepeltek 90. születésnapját. Jaj, énkelén, hát eljött a nagynap, hogy ér van ez? Irénke néni 90 évvel ezelőtt, 1923-ban a szabolcsi Gáván született, ott is nőtt fel. Édesapja kovácsként kereste a kenyerét, édesanyja pedig házi asszonyként tevékenykedett. 19 éves korában Budapestre költözött, ott egy kórházban dolgozott. Időközben megházasodott, 4 gyermeke született, 3 lány és egy fiú. 1953. augusztus 3-án érkezett Sztálinvárosba, és 2 nappal később már az erőműben dolgoztak. Ezekre az időkre még ennyi év távlatából is pontosan emlékszik.
az erőmű főállomásán egy évig dolgozott, majd ezt követően a ruhagyárban helyezkedett el. Innen ment nyugdíjba 1971. augusztusában, de továbbra is aktív, mozgalmas életet élt. Szívesen végzett társadalmi munkát, sokáig vezette az idősek klubját, ahol rengeteg kirándulást szervezett. Az élményekre a mai napig is nagyon szívesen emlékszik vissza. Az idős hölgy kisé lassan mozog, de jó egészségnek örvend. Szeret tévét nézni, főleg a sportban járatos. Egyedül is ellátja magát, de a közelben lakó gyermekei is gyakran látogatják. Fia Rácz Almáson, az egyik lánya Dunaújvárosban, a másik Baracson, a harmadik pedig New Yorkban él. 6 unoka és 16 dédi veszi körül, akik közül a legfiatalabb fél, a legidősebb már 21 éves. Ők is megédesítik a méltán büszke Irénke néni mindennapjait. Híreink következnek még egyszer, röviden. Egyre gyakrabbak a szénmonoxid mérgezéssel járó balesetek, önkéntes munkáról tartottak klubnapot, szüreti mulatságot rendeztek az aranyiskolában. 90. születésnapján köszöntötték a szép korút. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!